Országi Szigány Önkormányzat választások utáni első sajtótájékoztatóján. Túl vagyunk egy elég hosszú időszakon. Az Országos Szigány Önkormányzat 20 évet szeretne lezárni, és ennek a 20 évnek a lezárása történt április 11-én, illetve április 25-én. Azóta hivatalosan is, és ezúton is megtesszük a jó kívánságokat az új kormány, új időszak, új időszámítás című története elé. Abban bízunk, hogy sikerül közösen lezárnunk a 20 évet, és valóban tiszta lappal indulva egy olyan fejezetet nyitni, ahol nem kétharmadról, hanem 9/3-ról fog szólni az előttünk álló időszak. Azért 9/3, mert abban bízunk, hogy az új kormány az nem csak 10 millió magyar, hanem 15 millió magyar kormánya kíván lenni. Szeretnénk ezen az úton közösen menni, az összes tervünkkel, nyugunkkel, bajunkkal, és abban bízunk, hogy a következő időszak az összefogás, a közös gondolkodás, a közös építkezés, a társadalmi béke megerősítése és megszilárdítása lesz. A magunk részéről mi erre készen állunk, és erről szeretnénk önöket tájékoztatni, és Kolompár Orbán elnök úrnak átadnám a szót. Aztán hazai cigányság élethelyzetét javító 2010 és 2014-es évi időszakra tervezett integrációs programot, amely mindegy 76 oldal terjedelemben készült el áprilisi hónapban az Országos Cigány Önkormányzatban, amelyet nyilvánvalóan május 15-ét követően az új parlament, illetve az új kormány fő asztalára szeretnénk gyakorlatilag letenni, illetve ezt a programot mankóként használva el kívánjuk jutatni annak az 1100 roma cigány kisebbségi önkormányzatnak, több száz roma civil szervezetnek, és nyilvánvalóan nem csak a kormánynak, hanem minden parlamenti párt elnökének, hiszen jó lenne, ha az elkövetkezendő időszakban a parlamentben roma kérdésben egységes álláspontok, azaz nemzeti konszenzus alakulnak ki a parlamenti pártok tekintetében, hisz fontos lenne, ha lenne egy közös irány, egy közös cél a tekintetben, hogy hogyan és milyen formában lehet a hazai cigányság élethelyzetén valós pozitív elmozdulást eredményezni. Eme programban fogalmaztuk meg mindazt, ami érinti a magyarországi cigányságot. Ennek a programnak van egy bevezető része, ami magába foglalja az elmúlt 20 év történéseit, a roma társadalom élethelyzetének alakulását, az élet minden egyes területén, az oktatástól, a foglalkoztatástól kezdve, egészen az érdekképviseletig. Nyilvánvalóan ezt utána 10-12 olyan programelem foglalja önmagában, amely meghatározó és meghatározónak kell lennie az elkövetkezendő időszakban a romák élethelyzete alakulása tekintetében. Mint hallottuk a médiában, az új kormány és nyilvánvalóan az új parlament több kétharmados törvény módosításával fog foglalkozni az elkövetkezendő időszakban. Többek között ugye halljuk, hogy módosul az önkormányzati törvény, módosul az államigazgatásra vonatkozó jogi szabályozás, módosul majd a választójogi törvény. Ebből adódóan nyilvánvalóan elsősorban mi a helyi önkormányzati rendszerrel, azaz a kisebbségek kedvezményes mandátumának visszaállításával szeretnék felhívni a parlament figyelmét, hiszen lehet látni, hogy ezt a kérdést a parlamenti pártok az elmúlt időszakban nyilvánvalóan a parlamenti képviselet kérdésével együtt nem voltak képesek megoldani, hiszen nem minden esetben állt rendelkezésre az a kétharmados parlamenti többség, amivel ezeket a törvényeket lehetett volna valamilyen szinten jobbá hagyni, illetve módosítani. Miért is fontos a helyi önkormányzati képviselet? Látjuk délkeleten, látjuk a 2010-es országgyűlési választások alakulását, látjuk azt, hogy nagyon sok keleti régióban elhelyezkedő településen a Jobbik megverte a jobb és a baloldal kis szavazatok tekintetében. Nyilvánvalóan ezekben a testületekben, majdan felálló önkormányzatokban elengedhetetlen és fontos a roma érdekképviselet megjelenése,
hiszen, mint kb. Egy évvel ezelőtt mondtam, ezeket a településeket el fogják közölleni a jobbikos helyi önkormányzati képviselők, és mentse meg az Isten ezt az országot attól, hogy az ilyen településeken ne legyen a helyi cigányságnak szavazati joggal bíró képviselője. További ilyen törvénymódosítási javaslatunk az a kisebbségek parlamenti képviselete, amivel a politika, inkább így mondanám, 20 éve tartozik a hazai nemzetiségeknek. Tartok a kezemben egy dossziét, egy felmérést, ami gyakorlatilag az Európa több mint 40 országában megoldotta a parlamenti képviselet kérdését. Nyilvánvalóan nálunk ez sem lehetett megoldani az elmúlt 20 évben, hisz nem volt kétharmados többségi politikai akarat ennek a megoldásához. Nyilvánvalóan amennyiben a politika úgy gondolja, hogy eme alkotmányos mulasztását pótolja, akkor két alternatív változata van gyakorlatilag ennek a parlamenti képviselet biztosításának, vagy gyakorlatilag egy delegálási rendszer, ami kidolgozás alatt van, és jól, én úgy tudom, hogy a miniszterelnöki hivatalnál ez jelen is van, vagy egy olyan kedvezményes választási rendszert alakít ki, ahol a cigányság saját szavazatán belül, vagy szavazatai igénybevételével tud mandátumhoz jutni. Nagyon fontos a képviselet mellett az államigazgatási reform folytatása, nagyon fontos számunkra, hogy a roma fiatalok, a roma diplomások ott legyenek az államigazgatás minden területén. Nyilvánvalóan itt ki kell terjeszteni az állam, vagy inkább úgy mondanám az államigazgatás minden területére. Fontos lenne az oktatási intézményekben, fontos az állami szerveknél a roma értelmiség, illetve a roma munkavállalók jelenléte, hiszen ők másként kommunikálnak a roma emberrel, mint a nem roma ember, hiszen ők abból a közegből jönnek és ismerik a romák kultúráját, ismerik azt, hogy egy roma emberrel, ha egy problémával egy hivatalhoz fordul, hogy az hogyan és miként kell vele beszélni, milyen formában kell megközelíteni ezt a probléma világot. Erről az országos önkormányzat koncepciója egy részletes javaslattervet tartalmaz gyakorlatilag. Ha nem is most, de 2014-re mindenféleképpen törvénymódosítást kell e tekintetben eszközölni, de addig is gyakorlatilag egy delegálási rendszerkeretet a parlamentnek el kellene gyakorlatilag fogadnia. Nagyon fontos a képviselet mellett az államigazgatási reform folytatása, nagyon fontos számunkra, hogy a roma fiatalok, a roma diplomások ott legyenek az államigazgatás minden területén. Nyilvánvalóan itt ki kell terjeszteni az állam, vagy inkább úgy mondanám az államigazgatás minden területére. Fontos lenne az oktatási intézményekben, fontos az állami szerveknél a roma értelmiség, illetve a roma munkavállalók jelenléte, hiszen ők másként kommunikálnak a roma emberrel, mint a nem roma ember, hiszen ők abból a közegből jönnek és ismerik a romák kultúráját, ismerik azt, hogy egy roma emberrel, ha egy problémával egy hivatalhoz fordul, hogy az hogyan és miként kell vele beszélni, milyen formában kell megközelíteni ezt a probléma világot. Erről az országos önkormányzat koncepciója egy részletes javaslattervet tartalmaz gyakorlatilag. Az államigazgatási reform tekintetében ugye azt is mondja a kormány, hogy meg fogja vizsgálni az elkövetkezendő időszakban mindazon állami cégeket, állami szerveket, amelyek az elmúlt időszakban a hazai cigányság élethelyzetéhez kapcsolódó programokat kezelte. Mi azt kérjük majd ebben a csomagban a parlamenttől, illetve a kormánytól, hogy amikor az állami gazgatás átalakításáról beszél, akkor ne feledkezzen meg azokról a roma programokat bonyolító szervek felülvizsgálatáról vagy átvilágításáról, mint például az OFA, vagy az SZKHT, vagy az Oktatási Minisztérium különböző leányvállalatai, leányszervei.